Egészen elképesztő igénytelenség tapasztalható Miskolcon, a Vadász utcában. Jelzem, hogy belterületen vagyunk, és az itt lévő ingatlan mellett, annak a tisztántartási sávjában hatalmas mennyiségű illegális hulladék halmozódott föl. Jól láthatóan háztartási hulladék, még a bokrok tetején is található ebből a hulladékból. Vélelmezhető, hogy a mellette lévő portáról kerülnek át ezek a hulladékok, hiszen gyakorlatilag a portán is hasonló állapotok vannak. A szomorú az egyébként, hogy ezen a portán már évek óta hasonló a helyzet. Jó magam már egyszer 2018-ban, illetve 2021-ben is jeleztem a hatóságoknak. Nyilván ilyenkor mindig felmerül az emberben a kérdés, hogy vajon miért nem lehet rendbe rakatni a tulajdonosra, és miért nem lehet megszüntetni az igénytelen életmódot. Minden esetre most újra a rendészethez fogok fordulni. A hatósági ellenőrzés véget ért. Nyilvánvaló, hogy a következő időszakban nyomon fogom kísérni az ügyet, és remélem, hogy most már ennek a sokadik hatósági ellenőrzésnek meg lesz a hatása, és az a fajta igénytelen életmód, ez meg fog szűnni a területen. Egyébként az ügy is pontosan mutatja azt, hogy mennyire fontos a Mi Hazánk mozgalomnak az a programpontja, amely arról szól, hogy sokkal hatékonyabbá kell tenni a hatósági munkát, mert jól látjuk, hogyha ez a munka hatékonyabb lenne, akkor bizony jóval kevesebb ilyen helyzet adódna az ország területén.